Hogyha a egy ügyét nézem, ott az a helyzet, hogy a, amikor Tarlós István átadta a staféta botot, akkor el volt erre különítve 24 milliárd forint, amiből a kormány vállalta, hogy áll 6 milliárdot, miközben egyébként Igen. fővárosi feladat. És több mint 100 milliárd forintos államkötvény állományjal hagyta hátra. A Tarlós István a főpolgármesteri széket. Tehát Budapestnek van mozgástere. Gyakorlatilag a pénzügyi értelemben a legnagyobb mozgástérre rendelkező önkormányzatról van szó. És miközben el volt különítve az összeg. Megvan a pénzügyi mozgástere a fővárosnak, Karácsony Gerrej azt mondja, hogy hát, nem is mond igazából semmi konkrét, hanem a kormányra mutogat. Ahelyett, hogy kiírtak volna egy közbeszerzést. Tehát egy dolgot kellett volna tenni az elmúlt fél évben, kiírni egy közbeszerzés. Azt egyébként nehéz eldönteni, hogy arról van szó, hogy nem akarják kiírni, vagy nem képesek rá kiírni. Az is felmerül bennünk, hogy, hogy egész egyszerűen nem tudnak megbirkózni ezzel a feladattal. Az azért beszédes, hogy az egyik főpolgármester helyett most egy másik főpolgármester, főpolgármester, helyettes helyett egy másik főpolgármester helyettesre szignálták az ügyet. Tehát valójában lehet, hogy ők is érzik, hogy, hogy cselekvési kényszer van, és ők felelősek ebben.